És utána, ezek után, miután helyre jöttünk, elkezdődött a nagy takarítás, mindent eléget nyílni, amire azt hittük eddig csak kis ártatlan semmiség, poszterek, minden, minden DVD-k, minden ruhák, minden, és teljesen átformálódtunk. És utána jött még az, illetve azon a napon, bocsánat, egyszer feljött a halál a folyosón. A folyosó volt, megjelent, hogy fogjam be a pofámat, mert ha nem fogom be a pofámat, akkor megöli a gyerekeimet. Hitbe álltam, parancsoltam neki Jézus igényével válaszolva, amit már most nem tudom, de rögtön eltakarod el. Nem takarodott el, elsüllyedt. A sátán fagy az meg a teraszon volt, azt meg a gyerekeim is érezték, hogy itt van valami, valami, igen, itt van. Lengette a sötét szerződést. Beszéltem a sötét szerződésekről? Most nem, a tanácskodó terem ezen sarkán voltak sötét szerződések, amik ugyanúgy gomolyogtak ilyen feketén. Ezek lelkek eladták a hírnévért, pénzért a lelküket, és az az érdekes, amit mondott Jézus, hogy nem is tudnak róla, mert imádkoztak a sátán zsinagógájához pénzért, hírnévért. Márpedig úgy, és ezen is sokat gondolkozom, hogy hogy lehet imádkozni, ha nem tudták. Hát úgy, hogyha imába kérünk valamit, de nem az Úr nevébe és pénz, meg népszerűsége, akkor ez a sátán zsinagógája. Mert a jó, itt is kitűnik az, hogy milyen a jó ima, milyen a rossz ima. És csak ott jönnek rá. Ezek sztárok, orvosok, magyarok is vannak közte. És ott voltak ezek a szerződések. Eladták a lelküket maguknak, a sátánnak. Volt, azt mondta Jézus, hogy van egy ilyen világsztár nő, igen, akire még a mi gyerekeink is, az enyémek nem, mert az ők nem hallgatnak, de nem tudom, Tomi, mert én nem is tudom, de egy eladta a lelkét ezeknek. És ahogy hallgatják a zenét, ezt is megmutatta. Ahogy hallgatja, már beleviszi, már csavarja, már a pókháló így megy. Már nem úgy lát, már akkor lehet neki beszélni az igéről, csak egyenesen néz.